fiatal nemzedék számára létrehozott szűkebb pátrián konismereti tanfolyam már 15 éves múltra tekint vissza Pápán. Sikeres tevékenységüket mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy évről évre nő az előadásokra ellátogató gyerekek száma. A szüke pátria megismerése a város és környéke iránti szeretet elmélyítése. Úgyhogy változatlanul ez a célkitűzésünk. A szüke pátriánk milleniumi programjában eddig pápa történelmi fordulóiról, a város helytörténeti forrásairól, illetve a 470 éves református kollégium múltjáról volt szó. Ma pedig Tóth Kálmán tartott a gyerekeknek előadást a pápai huszárokról. A Honvéd Bajtársi Klubban már hagyomány, hogy a Nemzetközi Nőnap alkalmából köszöntő programot tartanak, árulta el Farkasdi Lajos elnök. Amióta a klub fennállása van, 44 éve, a hölgyeket mindig ünnepeljük. S a férfiak számára vajon ki is a nő, ezt is elmondta a klub elnöke. A teremtés korójának a társa mindent jelent. Fogják hallani a köszöntőbe a versek, a költők ikletője a hölgyek. 100 főt hívtak az ünnepségre, s jócskán meg is telt a nagy terem. A programon részt vett Pápaváros polgármestere is, aki üdvözölte a Honvéd Bajtársi Klub új elnökségét, majd nőnap alkalmából köszöntötte a hölgyeket. 365 napon keresztül is legyenek ők a figyelem középpontjába, legyen nekik minden napra egy kedves köszönés, egy simogatás, odafigyelés. A nőnapi ünnepségen rózsával köszöntötték a hölgyeket, majd kiemelkedő munkája elismeréseként kitüntetésben részesítették a Honvéd Bajtársi Klub Vidám Nagyi kórusának vezetőjét, Klesic Horváth Kingát. Ezt követően a közösség érdekében végzett tevékenységéért több hölgy is oklevelet vehetett át. Csodálatosan szép idegen madarat hajnalhozó látta meg először a reggeli csillag. Szakács Boglárka már évek óta első helyezést ér el a városi és megyei vers és prózamondó versenyeken, ezért döntöttek úgy felkészítő tanárával, Nagy Némayer Ágotával, hogy ideje megméretetnie magát egy magasabb szintű versenyen is. Török Szent Miklóson volt ez a Bethlen Gábor református általános iskola által szervezett országos vers és prózamondó verseny. Vas Albert művel kellett itt indulni. Bogi két tannyelvű tagozatos, de a sok tanulás mellett is van ideje vers tanulásra, olvasásra. Felkészítő tanára elmondta, nagyon könnyű a kislánnyal dolgozni. Az országos versenyen oklevelet, könyvjutalmat és egy 80 ezer forintos mentori program lehetőséget nyert Bogi, amely segíti a további fejlődését.